Az elmúlt hétvégén a Peac csapatánál játszottunk. Támadásban nem volt gond, én úgy láttam, viszont a védekezésünk nem volt elég határozott. És talán ez is lehet az oka annak, hogy egy szoros meccsen, de kikaptunk. Hogy láttad ezt belőle, milyen meccs volt ez? Hát nagyon fárasztó mérkőzés volt. Erre is számítottunk, hogy kemény lesz. Arra viszont nem számítottunk, hogy a Peac ennyire jól fog támadni. Miha is megpróbáltunk valami újat kitalálni védekezésben, rögtön volt rá válaszuk. Nem is kétséges, hogy megérdemelten nyertek. Ennyi pontot kapni hazai pályán nem lehet. Tehát nem akarunk belemenni egy ilyen NBA-s kidob több kosarat mérkőzésbe, mi nekünk sokkal fontosabb a védekezés, és ez ezen a mérkőzésen valahogy nem jött össze. Kulcs lesz talán a védekezés most a hétvégi találkozón is, hiszen egy májcsépelt szó az, hogy rangadó következik, hiszen a csata idén nagyon jól szerepel, egy markáns csapatukban, hazai pályán pedig nagyon erősek. Milyen találkozóra számít, azt gondolom, ez sem lesz könnyű. Hát ismerjük a csatát, tudjuk, hogy milyen remek szezonjuk van, mondhatni ők a meglepetés csapata ennek az idei szezonunknak. Azt is tudjuk, hogy most már más a csapat összetétele. Nálunk alapfeltétel szerintem a jó védekezés, főleg, hogyha az ember idegenbe megy, ez elengedhetetlen. Ez lesz a kulcs véleményem szerint. Nem számítok nagy gól záporra a meccsen, szerintem nagyon-nagyon kemény mérkőzés lesz.